Sziasztok, ez itt a Fotósuli Márkkal, és Márk ma megtanít portrét készíteni. Mettől meddig tart? Mi a kivágása egy portrénak, az ideális portrénak? Hát szerintem, mint egy igaz holványkép, ha úgy veszük, egy ilyen vállalat. Mell tájékán, kicsi levegővel fej fölött, de ez egy klasszik beállás, változtathatjuk. Ezt nem úgy fogom megtanulni, hogy te csinálsz rólam, hanem hogyha én csinálok. Mindenképpen jobb, hogyha én csinálok rólad. Csináljak és megmutassam? Szerintem nem ezt akartad. Na látod, például azért nagyon jó, mert most megtanultad azt, hogy dagadt embernek nem áll jól a nagylátó. De amúgy alapvetően portrézom már jól a nagylátó, úgyhogy ilyenkor érdemesebb egy kicsit belezoomolni a képbe. Oké. Okay. Kicsit mennyi hátrém. Mert egy picit fölfel, amíg a selfie-nél, amit megtanultál, hogy Igen. Hogy tartani igen. Össze az álcsontok, de azért nem kell itt tartanod, csak egy picit a szemsíkon magasságában legyen, igen. Nem állam magasságában legyen az optika. És illetve van egy olyan funkció rajta, elmetleg egy élő fókusz. Igen. Azzal még oda tudsz kamuzni egy életlen hátteret az egész. Hú, de így most még közelebb lettél. Most nézzél modellesen? Bent ülünk egy nagyon szép szortfényben, és hiányzik a szemből az, hogy egy picit éljen, úgyhogy föl lehet csillantani. Ehhez hoztam egy vágódesztát, meg egy alufólián. Micsoda kis házi praktikák. Egy óriási trükk. 3 millió derítőlap helyett. Nézd. Na és ezt hogy? Ez a lényeg, hogy itt van egy kis alul egy derítés. Mindig meg kell kérned derítmást, hogy úgy tartsa ezt, hogy lássa azt, hogy jön vissza reflektet. Hát ez a szortfényben nagyon jó. Nézd meg. Egy kicsit fölcsillan a szemem. Azt akarom mondani, hogy egyszerűen tényleg megszépít téged ez a vágódeszka. Ez a lényeg, hogy egy picit nem baj, ha meggyűröd a felületet, hogy ne legyen egy ilyen nagy paraszt fémes fény a fejeden. Ez nagyon szép fényt csinál. Ugye? Aha. És ha kint vagy tűzönnapsütésben, akkor már nem annyira jó az ezüst, akkor már nagyon sokat fog felhozni a szemedbe, akkor érdemes fehérrel próbálkozni. Komolyan. A fehér vágódeszkával, vagy egy fehér lappal. Ez ég és föld. Az élő fókuszba visszamész. Igen. Találsz ott egy gombot. Az alján egy ilyen csúszkát. Igen, ez, igen. És azzal majd el tudod életleníteni a hátteret, ami azért jó, mert imitálja azt a lehetőséget, hogy egy alacsony blend értéken fényképezzel, ami elmossa a hátteret. Életlenedik? Aha. Jó. Aha. Izgi. És látod, hogy mennyi veszed, hogy életlenedik a háttér? Fókuszba mellé az arcot, aha. És azzal foglalkozik, hogy a portrének a lényege. Télen ne csináljunk portrét, mert az árnyékok azok olyan vetett árnyékok lesznek az ember arcán, belőle a szája az orrárnyéka, nagy fekete két gömb lesz a szeme helyén, nem előnyös. És az, hogy mikor használjam a fehéret, és mikor használjam az alut, a fényeset? Hát alut akkor használsz, amikor kevesebb a fényed, tehát többet akarsz visszahozni egy kis csillanásba. A tűzönapsütésben a fehér is elég, már az vissza fog tükröződni. Akkor vissza fog tükröződni. Oké, szerintem hatalmas a különbség tényleg, és nagyon jól néz ki ez a háttérelmosás is ezzel a fényel együtt, úgyhogy kösz. Szicsi. Nézzetek meg minket legközelebb is, mert nagyon klassz kis trükköket mond el nekünk Márk. És még jó sok rész van a sorozatból, úgyhogy szerintem eddig egyébként ez a leghasznosabb, nekem ez a kedvencem. Márké pedig még mindig a selfie. Sziasztok! Sziasztok!